Sziasztok, drága hallgatók! Én Mátai András vagyok. Az utazási podcast legújabb részében itthon maradunk, és Görögországot és a Karibirum világot hozzuk el nektek. Mindezt egy beszélgetésben, egy ember történetén keresztül. Beszélgető társam egy Magyarországon élő görög. Vele beszélgetek a görög kultúráról, budapesti latin koktélbárjáról, kajákról, piákról és nagy berúgásokról. Úgyhogy tölts magadnak te is egy pohárad és helyezkedj el kényelmesen. Ez alkalommal én mentem vendégségbe. Vendéglátóm Danas Diamandis, de szólítsátok csak Diminek. Elmeséled, hogy mi honnan ismerjük egymást? Az onnan fakad, hogy Kolumbia fan vagyok. Több oka is van. Ruboklányok tengerpart. És láttam veled egy nagyon jó kis riportot, és így megkerestelek a Facebookon. Aztán, mint kiderült, van ilyen mellékágon némi kapcsolódásunk. Volt pár közös ismerős. Igen. Úgyhogy ez így remekül alakult szerintem a mi kis találkozásunk. És emlékszel az első találkozásra? Igen, amikor a rumbába lejöttél, és hogy megiszogattunk néhány rumos italt. Na, mesélj egy kicsit nekem erről a rumbáról, hogy mi volt ez a hely. Ez egy legendás, nem? Hát én nem szeretném kijelenteni, hogy legendás, de a vendégeim szerint azért sok szép estét eltöltöttek ott, elég sokan, úgyhogy azt gondolom, hogy volt benne valamilyen millió, valamilyen lélek, ami nem csak minket, akik megalkottuk, hanem akiknek megalkottuk, őket is megérintette. Mennyi ideig csináltad ezt? Csináltátok? Hát, hogy 13 évig. 13 évig, igen. Nagyon érdekes egyébként, mert ugye egy ilyen Che Guevara is feltűnt ott, mint egy ikon, mert hogy mint kubai ikon azért megjelent, annak egy nyilván argentin, de hogy egy kubai ikon lett, és pont a születésnapján nyitottuk meg. Ez június 14-e, de ebben nem volt semmifajta tudatosság, erre 2 vagy 3 évre rá jöttem, hogy ez pont a szülinapja volt. És volt benne egyébként valami plusz, hogy... Később, amikor erre rájöttél, hogy ez adott egy pluszt? Igen, de hogy ez már a született, hogy a rumba születése egyúttal a Che Guevara születésnapja, és ez úgy valahogy végigkísérte azt a helyet. Uh-huh. A vendégek is, nem tudom, azonnal befogadták a helyet. Uh-huh. Ez egy olyan hely volt, ahova egy puma melegítőbe is, meg egy bosszöltönybe, ha lejöttél, akkor is jól érezted magad. Szóval ez... De ez sem volt tudat. És le is jött mindenki. És le is jött, igen. És mindenki jól érezte magát, és azt mondom, hogy a 10x év alatt nem volt soha veszekedés, vitatkozás, esetleg pofon, semmi ilyesmi. Tehát ez egy békés hely volt. Aha. És hogy történt meg az, hogy te egy görög szülők gyermeke, aki igen. Egyébként Magyarországon születtél. Így van. Te egy latinó, hát kubai koktélbárt nyitsz Budapesten. Én azt gondolom, hogy a latinok meg a görögök szerintem nagyon hasonló ritmuson élnek, és hát bennem ez a latinos ritmus ott jött, hogy én azért szeretek inni. Tehát, hogy volt egy idő, hogy nagyon is, most kevésbé már, de még most is szeretem a finom italokat. Tehát abban az időben pont ugye 30 éves voltam, amikor nyitottam a rumbát. Az egy férfi életében egy jó alkalom. Jó kor, meg egy jó alkalom. És megismertem egy bármixert, akivel jóba lettünk, aztán beszélgettünk, és végül az lett, hogy nyitottunk együtt egy bárt. Tapasztalat, korábbi tapasztalat? Neki volt, aha. Ő adta a tapasztalatot, én pedig a finanszírozást. Aha. Meg gondolom, akkor neked volt a latin szeretet, és hogy ez egy ilyen kis álom volt? Hogy ez egy álom, igen, hogy legyen egy olyan saját hely, ahol... Mert elég kiterjedt a baráti kör, és hát úgy gondoltam arra is, hogy ez egyfajta nappali. Aha. Olyan nappali, ami valójában esti, tehát egy lounge. Egyébként olyan hangulata volt, hát párszor ott koktéloztunk. Igen. Volt, amikor elég csúnyán végződött, amikor a
Hát a nap végén, amikor már indultunk haza, akkor megitattál velünk egy... Mi volt? Nagyi bosszúját? Kilépő gyanánt? Igen, valamit, amit fel kellett szívni. Miből szívtuk fel? Ja, Armageddont ittatok. Vagy Armageddon volt? A lángolót. A lángolót. A Armageddon. Igen. Elmeséled, az micsoda? Amikor már tényleg az est végén, már azt gondoltuk, hogy na most elég hazamenni. Akkor feltettük a pontot az íre. Felám. Az Armageddonnak a történetét, hát... Egyetemisták hozták le ezt az italt, tehát az ötletet, el is készítették velünk, ők jégerrel készítették, mi ezt rumbára át módosítottuk, igen, és végül az lett, hogy ugye a láng maga az 73-as rum, 73%-os Old Pascas rum, és akkor a pohárban pedig fele abszint, fele Old Pascas 73%-osat kellett meginni, lángolva. És hogy ettől, hogy lángol, ettől még durvább, vagy mi történik? Igazából inkább azt mondanám, hogy a hangulatot emeli, tehát élvezeti hatása, ha szívószállal iszod, akkor ugye nincs, ha szívószál nélkül, akkor sajnos veszélyes is lehet, erre voltak a rumbában már ilyen-olyan történetek. Na, ezekre vagyok kíváncsi, ilyeneket mesélj, de. Igen. Volt egyszer egy céges buli, ahol az egyik kedves vendégünk, akinek most nem mondom ki a nevét, de B, mint B-vel kezdődik a keresztneve, ha hallgatja, úgyis tudja, és ő szerette ezt az italt, csak egy olyan állapotban volt, amikor a szívószálat azt gondolta, hogy nélkülözheti. És lángolva szerette volna szívószál nélkül meginni az italt, ami ugye egyébként életveszélyes. És... De hogy hagytad ezt? Nem hagytam, de nagyon hirtelen oda nyúlt, meg akarta inni, én oda paskoltam. És hát szerencsére az arcára fröccsent, nem a szájába, meg a fülére, lángolt az arca, a füle, a többiek akarták oltani, simogattak, és már az egész válla lángolt. Majd egy bárkendővel eloltottuk a tüzet az arcán, és... Egyébként ez egy pénteki nap volt, és hétfőn repült New Yorkba tárgyalni. És másnap küldött egy képet, ahol a felesége Panten Provival bekenve ott igen, próbálta őt kicsit feljavítani az igen. Interjúra. Ja, úgyhogy... Figyelj, ez ilyen átlagos dolog volt lenne a bárba, tehát mindig voltak ilyen kalandok, vagy azért sok ilyen... kaland volt, igen. Tehát egy bár azért, ha úgy tényleg jól működik, akkor az mindig egy kalandos. Hát ez kell is hozzá, nem? Igen, az kell. Az élet szaga, az most legyen ott. El tudom képzelni, aki ott van, és hazamegy, és mesél, nem tudom, másnap ülnek a szomszéd kocsmába, és mondja, srácok, hát tegnap itt valaki lángolt, akkor hát én is oda akarok lemenni, meg visszamenni. Igen, abszolút, ez a legjobb marketing is egyébként a szájhagyomány, de nálunk ez tényleg, mi abszolút szájhagyomány útján működtünk, mert még 2007-ben, amikor nyitottunk, akkor ilyen Facebook meg, tehát hogy volt, de mi ezt nem is nagyon használtuk. Uh-huh. Úgyhogy nem éltünk ezekkel a lehetőségekkel, csak azzal, hogy jöttek, mentek, és akkor aztán hirtelen egyre többen jöttek. Uh-huh. Neked ez volt az életed? Igen, abszolút. Elmeséled közben, hogy így a hallgatók kicsit megismerjenek meg. Egyébként én is, mert a gyökereidről azért én se tudok sokat, annyit tudok, hogy ugye egy görög neved van, és hogy a szüleid görögök. De hogy kerültetek ide? Hát a szüleim a második világháború utáni években kerültek ide. Direkt, konkrétan ide jöttek? Vagy hát mi volt a... Mondjuk így, hogy a történelem sodorta őket ide. Tehát ez nem egy választott hely volt a számukra, hanem ezt helyettük döntötték el. Úgyhogy így kerültek ide. Az édesanyám az 1947-ben, az édesapám 1956-ban. Külön kerültek ide? Igen, külön. Tehát, hogy ők nem ismerték egymást. Igen, itt Magyarországon. Igen, igen. Görögország más helyéről származnak, és igazából ők nem ismerték ott akkor egymást. Meg más úton is kerültek Magyarországra. Ők 75-ben találkoztak először.
Volt egy magyar közösség itt? Vagy nem, bocsánat, volt egy görög közösség itt Magyarországon? Igen, most is, csak ez azt gondolom, hogy régebben picit szerintem szorosabb volt. Most azért az asszimilálódás miatt szerintem sokan vannak, akik már kevésbé, lehet, hogy nem is tudják talán, vagy nem is érzik magukban annyira ezt az érzést, hogy görögök. És felnőve te görög nevetet is kaptál, vagy alapján nevelni? Nálunk ez nem volt annyira úgy kérdés, hogy most, tehát hogy nyilván a családom az görög, akkor ott görög benyomások értek, de egyébként meg magyar iskolába jártam, magyar barátaim voltak zömében, tehát nyilván ezt nem lehet így szétválasztani. Hát én azt szoktam mondani, hogy én egy Magyarországon élő görög vagyok, akinek Magyarország is a hazája. Úgyhogy hazámként gondolok Magyarországra, de azért a szívem csücske az Görögország, szóval ezt nem tudom letagadni, vagy nem is, mert akkor nem mondanék önmagamnak igazat. De mind a kettőt szeretem, tehát mind a kettőben van sok jó. Mind a kettőből a jót. Igen, hát a jót azt kedveljük, szeretjük azt, igen. Nyilván, ami van rossz, hát azzal együtt kell szeretnünk. Mesélsz egy kicsit a görög kultúráról? Akár szembeállítva velünk magyarokkal? Szerintem a magyaroknak rengeteg jó értéke van, ötletesek, jó a humoruk, szerintem kitartóak, és sok értéket hoztak létre. Talán egy dolog, ami hiányzik belőlük mondjuk a görögökhöz képest, hogy picit több öntudat kellene. Nincs meg a magyar öntudat? Igen, azt szerintem igen. És egy picit az őszintességet kellene erősíteni, hogy legelőször talán önmagukban, tehát hogy önmagukhoz tudjanak őszinték lenni. Uh-huh. Mert ha ez megvan, akkor utána tudnak másokhoz is ezen az úton közelíteni. Ezt én egy picit hiányolom, így össznépet tekintve talán ezt. De a görögökben is van csomó rossz, pletykás egy népség, igen. Persze, az, igen, ami nem jó, én nem szeretem mindenki azt. Mindenki szeret pletykálni, nem? De nem jó tulajdonság szerintem, de én nem kedvelem, de... És erről tudod, mi jut eszembe? Igen. Az a film, a Mamma Mia, amikor Görögországon mennek, és ott mindenki pletykálgat. Ja, igen, hát igen, ennek van némi, hogy is mondjam, ilyen kulturális alapja, mert hogy azért Görögországban a család, a barátok, ezek a hagyományos kapcsolati vonalak, ezek szerintem sokkal erősebbek. Mai napig? Mai napig, én azt gondolom. Igen, mai napig. És mivel ez így van, ezért az emberek jobban együtt élnek. Tehát, hogy közösségben élnek, és azért hát nyilván egy közösségben beszélgetünk, és ha beszélgetünk, akkor beszélünk, és mondunk ezt és azt. És lehet, hogy emiatt is talán ez a picit ilyen pletyka szint ez ott erősebb, de így nem tudnék különbséget tenni, hogy most jobb egy görög, mint egy magyar, vagy rosszabb egyik, mint a másik, mert ez nincs, más a kettő. Aha. Más a kettő. Én szerintem görögök egy picit felszabadultabban tudnak élni, és talán jobban elfogadják, hogy mi az élet, mi utána van, és ezt jobban tudják megélni és átélni. Ennek van ahhoz köze, hogy mediterrán ország? Biztos van. Tehát napfény van, tenger van, szellő van, kék ég van, napsütés van, azért az a minden tengerparti nép azért alapvetően most északi népeket leszámítva, de most ezen az égövön azért az egy olyan boldogabb világ. Nyilván itt Magyarországon ezek a éghajlati tényezők picit talán gyengébbek, de én azt gondolom, hogy a magyaroknak minden olyan tulajdonságuk, értékük megvan, ami miatt lehetnének kedvesebbek, boldogabbak. Én mondjuk, amit hiányolok Magyarországon, hogy bemész egy üzletbe, és nincs ez a kedvesség. Az nekem fura.
Tehát ha van egy üzletbe, jön egy ember, azért jön be, mert valószínűleg nem egy rabló, ugye, hanem mert valamit ugye hoz. De ezt te belecsempészted a bárba is, nem? Tehát, hogy hát ott igen, nem volt olyan, hát hogy valaki ne. Csak ugye bement, és akkor leült, mit kérsz, oké, kérek egy kozmopolitát, megkaptad a koktélodat, meg itt a viszontlátás. Ilyen nem fordult ott elő. Igen, egyébként pedig magyar kollégáim voltak, és azt gondolom, hogy az összes olyan kollégám, akivel huzamosabb ideig együtt dolgoztam, az és magyarok voltak, mindegyik nagyon jót hozott az üzletbe. Tehát, hogy egy jó személyiséget. Szóval nem lehet azt mondani, hogy minden magyarban ez benne van. Sokban sajnos benne van, de azért sokban nem. Igen, egy pici görög kulturális forrást, hogyha mondhatok erről, hogy a restaurant szó, vagy olaszul ristorante eredete, ugye az a, egyébként egy görög eredetű szó, volt egy ilyen görög istenség, a Hestia. És Hestia otthoni tűzőrzője volt. A Torio pedig egy ilyen helyiséget jelent. Tehát ez, ugye görögül az étterem Hestia Torio. Tehát az otthoni tűz melegének a helye tulajdonképpen. Mm. Ugye ebből jön a restaurant és a ristorante. Tehát szerintem, ha elmegyünk egy vendéglátó helyre, nem az, tehát alapesetben azért nem azért megyünk, hogy csak, hogy csillapítsuk az éhségünket és szomjúságunkat, hogy azt azért megtehetnénk otthon is, de bár otthon sem mindegy, hogy milyen millióben, de ha meg már így elmegyünk, akkor nagyon fontos, hogy mi az, amit ott kapunk túl a matérián, hanem mi az az a lélek, amit ott kapunk, és hát ez nálunk mindig fontos volt. Említetted a mitológiát. Egyébként a görögök azok ismerik a mitológiát? Nyilván az ő történelmükről van szó. Az iskolai oktatásban jobban jelen van, hiszen nyilván az egy saját történelmi vonal, vagy történeti vonal, mint mondjuk Magyarországon, ami abszolút mondjuk normális. De ugye Görögországban nem, ugye egy keresztény ország, ugye görög ortodoxok 98,5%-ban, ők mint vallás ezt élik meg, és nem a mitológiát vallják, de ettől függetlenül ez jelen van a mindennapokban. Tehát mindenki ismeri ezeket a történeteket, például, amit elmeséltél, ezt a restaurantnak a... Igen, bár azt gondolom, hogy a fiatalabbak talán már kevésbé, mint a mondjuk középkorúak és idősebbek, de azért ott van. Szóval egy görög mondjuk büszke a történelmére. Ezt így képzelem el, hogy igen, nagyon büszke rá, és ismeri. Van is erre oka, de... A magyaroknak ugyanezt gondolom, hogy ugyanígy kellene, mert egy nagyon gazdag történelmük van, és nagyon sok jó történt a magyarokkal, nem csak rossz, úgyhogy ezt a jót, ezt mindenképpen hangsúlyozni kell. Na, mesélj egy kicsit nekünk, milyen a görög család, milyen egy görög születésnap, esküvő, hogy ugye említetted ezeket, hogy sokkal összetartóbbak a barátok, családok. Voltam 2017-ben egy lagzin, ahol én voltam a, hát görögök kumbárosznak mondjuk, magyarul talán násznagynak lehetne fordítani. Ugye én lettem a násznagy a barátomnak, és templomi esküvőn ott 1000 fő volt. 1000. 1000. Barát. Igen, rokon, család, szomszéd. Igen, Görögországon tudod, az unokatestvér és a másod unokatestvér az gyakorlatilag ugyanaz. Ja, ugyanaz és van, akkor a másod unokatestvér unokatestvére az a másod unokatestvér, tehát hogy ez így jön. Tehát egy réteggel, vagy egy körrel kívül, tágul. Aha. Így van, és hát ez ugye akkor ez így sokszorosítva hány meghívott van. Meg hát ugye nyilván jön a város vagy falu színe java. De ez hétköznapi, tehát hogy nem hétköznapi, de... Valahol pénzkérdés is, tehát azért azt nyilván, tehát hogy 1000 főt azért ellátni, az nyilván nem egy átlagos családnak a büdzséje, de
azért ott Görögországban azért egy lagzi az lagzi. Tehát, hogy azért itt Magyarországon is van ennek egyébként hagyománya. Szóval azért régebben azért voltak bőven 100-200 fős lagzik. Ma már ez egy picit beszűkül, de ott még azért hagyományosan azért nagy esküvők vannak. Hát itt ugye ezren voltunk a templomban, és... milyen templomba mentetek be? Ez nagy templom, nagy kerte. Mert nem mindenki fért be. És a vacsorán 770 valahányan voltunk. Ez logisztikai rémálom a szervezőknek. Annak ellenére, hogy Görögországban a logisztika, hogy is mondjam, hát egy olyan kicsit olyan vicc szintjén van sokszor. Mikor indul a busz, nem tudom, meg azt se tudjuk, hogy jön a busz, meg merről, de hogy itt ez egy sikeres megoldás volt, flottul. Tehát flottul ment. Nem tudom, ki szervezte, lehet, hogy egy magyar, de nagyon jól ment. 770 valamennyi, igen, és hát délig. Uh-huh. Úgyhogy azt gondolom, hogy számomra egy nagyon nagy élmény volt. Tehát aztán az egyik legnagyobb görög országi élményem, vagy az egyik, igen. Ez. A másik ilyen, amikor 98-ban kijutottam Krétára, azt a görög állam minden, hát olyan fiatalt meghívott, aki külhoni, tehát hogy nem görögországi, igen, és... Te egyébként kettős állampolgár? Igen, kettős. Mm. És amúgy a világ minden részéről jöttek görögök. És akkor 3 hétig voltunk majdnem Krétán, és hát csodálatos volt, az 21 éves voltam, és az nálam mindent vitt, tehát hogy az olyan nem volt, nem lesz. Az a buliról szólt, vagy inkább a... Nem tudom. Lélekről, buliról, lányokról, estékről, nappalokról, mindenről. Nagyon szép volt. Uh-huh. Kerek volt. Kerek. Milyen a görög nő? És utána a görög férfi, csak kezdjük inkább a hölgyekkel. Hát a görögök egy eléggé homogén társadalom, és... Milyen értelemben? Azt gondolom, hogy kevésbé keveredtek az idők folyamán, tehát mondjuk a Magyarországon azért egy elég kevert nép él, Görögországon kevésbé, és azért azt mondanám, hogy emiatt a lányok sem olyan szépek. Mint ahogy a Gangsta Zoli mondta az angolokról, hogy ott kufircolnak a szigeten, és nem engednek be senki. Hasonló a... Igen, tehát ott egy családban nehéz úgy kívülről bemenni, tehát hogy azt mondanám, hogy ott még nekem például, aki görög, nekem sem lenne olyan könnyű dolgom, ha egy görög lányt szeretnék kinti görög lányt meghódítani. Mert én, hát valahol én egy rónin vagyok Görögországban, mert én Magyarországon élek, és... Tehát külföldi? Hát vagy? Igen, vagy egy ilyen, tudod, egy ilyen gazdátlan szamuráj, aki ott ugyan elfogadnak, de nincs mögöttem ott egy család. És ez fontos nekik? Igen, az nagyon. És milyen, tehát hogy ez a házasság miatt fontos, vagy a társadalmi elfogadottság, vagy az, hogy letelepedj és ott... Azt gondolom, mindegyik együtt ható számít nekik. Igen, tehát hogy ott nyilván vannak vegyes házasságok, mert hogy persze, csak azért a zöme az, hogy görög az göröggel fog házasodni. Igen. És itt mondjuk az, hogy hatalmas a család, és nem tudom, a kikinek az unokatestvére, ez mert nyilván szűkíti a lehetőségeket, ha mondjuk egy faluba vagy, és mindenki az unokatestvéred. Igen. Van erre példa egyébként, hogy... De ez elfogadott például? Mert például a latinoknál ott a második unokatestvérrel házasodni, az egy teljesen elfogadott dolog. Van erre példa. Mennyire elfogadott... Szerintem ez családja válogatja, tehát erre nem lehetne mondani, hogy az össznépileg elfogadott, vagy nem, de erre van példa. Uh-huh. Mindenesetre az, hogy görög-göröggel alapít családot, ez szerintem ez a normál. A nőkre visszatérve, én nagyon szeretem a görög lányokat, mert ugyan nem olyan szépek, viszont van bennük egy nagyon házias, kedves, azért egy szorgalmas, tiszta... Ezek az értékek nagyon megvannak és jellemzőek. Igen, tudnak főzni, nagyon jó dolog. Aha. Én nem szeretek enni, tehát
az mondjuk egy fontos számomra, hogy egy nő jót főzzön, az fontos. De nyilván ez Magyarországon is megvan, szóval itt is. Azt gondolom, hogy ott erősebben szerintem. Ez erősebben, igen. A görög férfi, hát figyelj. Mindegyik, mint egy görög isten. Büszke és erős. Inkább azt mondanám, hogy kívülről megítélve szerintem a görögöket nagyon sokan lustának gondolják. Én azt gondolom erről, hogy másképpen dolgoznak. Tehát, hogy lehet úgy is dolgozni, nem tudom, ahogy egy nappal téve tenni-venni. Rájuk azért ez nem jellemző. Tehát ők azért nyugodtan, megfontoltan. Függetlenül attól, hogy mondjuk vidéken vagyunk, vagy városban. Igen, az szerintem mindegy. Tehát ez egy ilyen attitűd, ami így áthatja az országot. Ők nem kapkodnak. Tehát, hogy a lépés... Senki a mediterrán régióban. Valahol azt mondom, hogy igaza van, mert szerintem jobban szeretnek élni, mint most nem tudom, ilyen buta materiákat összegyűjteni, aztán a végén úgyse jó semmire semmi. Mit élsz meg, az a fontos. És szerintem ők ezt jól csinálják. Ők ezt jól csinálják. Szerintem élni jól tudnak élni. Jobban élvezik az életet, mint mi mondjuk? Jobban értik, hogy mi a lényeg. Uh-huh. Igen. Kevésbé akadnak meg, kevésbé stresszelnek. Tehát mondjuk a nem tudom, most ilyen adatok, de ezeket annyira nem szeretem, hogy szív- és érrendszeri meg hasonló. Tehát, hogy ott azért ez más statisztikailag szinten is sokkal alacsonyabb, mint bárhol. Nem lehet, ez a táplálkozás is persze, de az is, hogy nem tudom, a legkevesebb öngyilkos van a világon is, Görögországban, meg Európában abszolút a legkevesebb, és én szerintem ez számít, tehát fejbe dől el minden. Tehát ezt fejbe el kell dönteni. És úgy meg tök jó, hogy ugye van egy millió, amiben belenősz, felnősz, és hogyha ezt kapod, akkor nyilván ezt viszed is tovább, jellemzően. Uh-huh. Te hogy jársz oda-vissza, mint amikor megérkezel, akkor azt érzed, hogy most hazatértem? Nekem az van, hogy az én családommal nem tartom a kapcsolatot, ez így alakult, viszont az apukámnak volt egy üzletfele, és ők ennek az embernek a fia esküvőjén voltam én a násznagy, és ők kvázi családtaggá váltam. Uh-huh. És csodálatos helyen a Meteoráknál élnek ők, és én oda hazamegyek. Úgyhogy nekem ott van az otthon. Mik ezek a Meteorák? Sziklakolostorok. Most ez egy beugrott, hogy az múltkor is igen, meséltem. Igen, sziklakolostorok Tesszáliában található ez. Nagyjából mértanilag Görögországnak úgy a közepén, vagy inkább a közepén, kicsit északon és középen. Van számszerűleg, azt hiszem, hogy 7 kolostor, ami ilyen több száz méter magas sziklákon található. Csodálatos kalandos úton lehet. Amit nekem most mutattál. Igen, igen, azaz. Igen, azok, igen, itt a uh-huh. monitoron. Van ott valamilyen lelki, nem tudom, csakra pont. És ez nagyon érdekes, mert én ezt talán ott, nem is tudom, mikor voltam először, 90-es évek elején, és már akkor éreztem, csak talán nem fogtam annyira föl tizenévesen. És aztán 20 évesen már jobban éreztem, és most így 40 évesen, amikor ott volt az esküvő, akkor ez nagyon megérintett. Tehát valahogy magáévá tett. Uh-huh. De nagyon érdekes, ott nagyon jó a levegő, nem száraz, de nem is nedves. Mindig van légmozgás, gyönyörűek a hegyek, jók az emberek, nyugalom van. Béke van. Jó a hely. De annyira nem fogod meg, hogy azt mondtad, hogy oda költöz? Igen. Hát egyedül vagyok, aztán annyira nem könnyű egyedül. Sok szempontból úgy tűnik, mint egyedül könnyebb lenne mozdulni, de én... Vagy mondjuk Görögországban nem lehet, amit említettél, hogy nincs mögötted az a család, és emiatt mondjuk a párválasztás és hasonló dolgok is nehezen mennének? Lehet.
bár nem hiszem, hogy ez volt az akadálya. Volt egy lehetőségem egyszer, de ne, akkor 19 voltam, apukám mondta, hogy menjek ide meg oda, de nem mentem, kimaradt, már ezért nem bánkódom, de nyilván jó lett volna egyébként, így utólag. Még nem zártam ki az életemből azt, hogy élek ott. Mert hogy azért ezt a görög múltadat úgysem engeded el, hogy most ahol itt vagyunk, hol vagyunk most, az is a te görög boltod. Igen, egy kis görög bolt. Kis görög bolt. Igen, igen. Hát úgy döntöttem így a bár után, hogy picit ilyen nappali életet élek. Szeretek enni, inni, tehát az főzni, és úgy gondoltam, hogy ezen a vonalon elindulok. Volt is a családunkban ilyen több is, aki foglalkozott mondjuk így, hogy étellel, bár nem kimondottan étellel, de minden esetre alapanyaggal. Aztán ez így jött, felderítettem egy pár kapcsolatot, és nyitottam egy kis boltot, meg webshopot, és most gőzerővel dolgozom. És mi csak egy-egy mondom, miket lehet itt kapni? Hát olívaolaj, mint a világon az egyik sláger terméke Görögországnak, mert hogy nagyon jó a görög olívaolaj, olívabogyók. Egyébként vicces dolog, hogy ugye környéken nagyon sok iroda van. Igen. És az irodáknak a recepciósai több mint az idejüknek a felébe azzal foglalkoznak, hogy kiosztják a megrendelt olívaolajat, olívabogyókat, mézet, és az ilyen hasonlókat. És már vannak cégek, ahol azt mondták, hogy betiltjuk az egész dolgot, mert hogy egyszerűen annyira lefoglalták a recepciót, hogy egész nap csak ezt csinálták, hogy ütötték be a pénzt, megosztották ki a csomagokat. Hát olajok vannak, mézek, olívabogyók, ecetek, szárított paradicsom, édességek, sóbors, fűszerek. Na, és ha már említetted a görög lagzikat, igen. Voltál jó pár magyarországi lagzin is. Igen. Mert hogy ezt a koktél dolgot igen. azért nem engedted el. Azt nem, azt csináljuk, mert az kell. Ezt mai napig csináljátok? Igen, az volt idén is több, bár nem esküvő volt, ilyen-olyan céges buli, meg szülinap. Na, erről mesélj nekem, hogy nyilván egy koktélbárban az a lényeg, hogy amellett, hogy nagyon finom koktélokat iszunk, hogy az ember úgy kicsit úgy becsicsen. Talán a legszebb az a hármas határhegyen volt, hát 150-en voltak, 200 kiló jeget ittak meg. És akkor az alkoholt már nem akarom mondani, de 200 kiló jeget ittak meg. Hajnali 4-kor már nem volt jég, víz kimaradt, triplüszek, meg aprikot brand, és ezt megittek langyosan. Mi pedig elmenekültünk, azt hiszem, amikor 5-kor már. Hát, hogy... Jó egyébként egy lagzinak, hogy van koktélbár? Szerintem igen. Mostanában azért nagyon divatos. Igen, szerintem kell, mert én azt gondolom, hogy csomó külsőségre nagy hangsúlyt helyeznek, nem tudom, ilyen hintó, olyan hintó, csak a végén azt mondom, hogy az marad meg, hogy... Mi csúszott le? Igen. Milyen hangulat volt, mennyit táncoltak, mennyit ittak, mennyit beszélgettek, mennyit nevettek, mosolyogtak, nem tudom, és azért ennek egy fontos része a koktélbár. A koktélbár azért az azt gondolom, hogy a hangulatot azt mindenképpen fokozza. Szerinted te, mint mixer, mennyire tud befolyásolni? Hát szerintem tudom befolyásolni. Tudod? Tudom. Hogy mondjuk mennyit öntesz, mennyi alkohol van benne, hasonlók, milyen jó, mennyit kell várni ott, ilyenek? Igen, kinek mennyit, meg hogyan öntöd. Meg hogyan öntöd? Meg hogyan. Hogyan lehet önteni? Hát, ha csak nagyon ketté válszik, akkor jól és rosszul, de a jón belül nagyon sokfélét lehet. Hát tudok önteni egy kézzel egyet, de tudok önteni egy kézzel kettőt, vagy két kézzel négyet is. És ezen múlik a buli? Hát ezen, hát legyen buli, igen? Legyen hangulat. Igen, igen. Tehát, hogy nyisd ki a szád, és öntöm a rumot. Igen. És a többiek hangosan számolnak. Hát, meddig bírod? Szóval ezt szerintem kell. És ha mondjuk, és így beugrik mondjuk egy legény búcsú, ahol sikerült az ünnepeltet nagyon gyorsan, túlságosan leitatni, szóval így visszájára fordulhat ez, nem? Hogy mondjuk a mennyasszony, nem tudom, éjfelet se bírja ki, mert nem tudom, megibott 6 koktélt, és akkor vége van. Vagy ezt te tudod? Figyeled? Igen, ezt szerintem figyelni kell. És akkor már megint visszaveszel bele, és akkor megint már, igen, lehet, hogy nem is kerül már bele. Igen, vagy megsúgni neki, hogy most figyelj, csináljuk, hogy iszol egy 3 alkoholmentest. Aha. De a többiek úgy tudják, hogy alkoholos. Nagyon, nagyon szép lesz, de nem lesz benne alkohol.
És ő mondja, hogy igen, egy picit pihent ki magad, mert kell. Igen, mert az a koktél azért valahol egy ilyen sunyi mókus. Igen. Azt hiszi mindenki, ó, ez egy csak egy édes löty, aztán az édes lötyből 3-4 után bizony szédülés is van, úgyhogy ez azért érdemes vigyázni. Uh-huh. Ja. Hát céges bulik jók. Csináltunk jó sok céges bulit, azok mindig picit mások, azért, mint egy esküvő. Az elején mindenki próbálja adni a jó formáját, nem? Igen. Aztán? Aztán ezt mindig általában felülírjuk. Igen. ne legyen ilyen forma, hanem laza forma legyen, mert azért van buli. Szóval én olyan sokat buliztam életemben, hogy 15 éves koromtól, hogy azt gondolom, hogy nekem ez elég könnyen megy. Tehát én viszonylag könnyen, úgy gondolom, könnyen létesítek kapcsolatot, és pillanatok alatt tudok buli hangulatot teremteni. Tehát én azt mondjuk némi önismeretem van, hogy ezt megállapítsam. Hát ennyi évtapasztalat is, igen. Azt mondhatom, hogy a személyiséged is megvan hozzá. Meg úgy gondolom. Na itt a lehetőség, hogy mesélj valami igazán jót, hogy mik történtek. Kettőnk között marad, ne izgulj. Valami jót, valami durvát? Persze. Hányan, gondolkodnom kell. Közben Dimi öntött nekem egy, mit iszunk, megy? Egy jó megyvérszörpöt. Megyvérszörpöt. A legdurvább buli egyébként az a rumbába volt, amikor lejött szerint az összes törzsvendégünk, ott volt, remek hangulat volt, és a kollégám, Piffmester, kitalálta, hogy az eper pürét, amit egyébként italokba használunk, azt azon most hát úgy elkezdte a lányokat itt-ott bekenni. De csak kezét, homlokát, szóval semmi durvaság. Aztán volt olyan, aki hát egyik fiú lenyalta az egyik lányról, másik lány meg a másik fiúról, és akkor így ment egy ilyen epres nyalakodós buli, aminek egyébként az lett a vége, hogy mindenki a bárba piros volt és epres. Én is fülem, arcom, szemem, orrom. Hát ott elég sokat ittam, és volt egy ilyen citromsárga, ilyen hurkás kabátom, egy ilyen óriási, ilyen nagy jackim. Nagyon ronda volt egyébként, de nagyon drága. De meleg. Igen, de meleg. És hát ott szembe volt a Buddha Beach, azt hiszem, talán ilyen hely volt, és oda lementünk, hát ott tovább ittunk, engem beraktak egy taxiba, hazamentem, és a barátnőm korán reggel ébresztett, hogy úristen, téged valaki összevert, mert minden volt tiszta vér, vagy, és mondtam, hogy hagyjál aludni, mert ez csak eperfüré rám száradt. Szóval az nagyon-nagyon-nagyon kemény parti volt. Az egyik szülinapom, amikor az általad is fogyasztott Armageddonnal kezdtük a napot. Az a 33. születésnapom volt, vagy a 34. és ott egy Armageddonnal kezdtük, és szerintem ott, én nem tudom, 2 liter tiszta szeszt ittam meg. És akkor hogy ébredsz fel? Rosszul, igen. De be vagyok készülve mindig. Tehát savanyú káposzta leve van otthon. Hogyha tudom, hogy van buli, bekészülök. Tényleg? Igen, be. Most már rutinos vagyok. Ez a gyógyszer, másnapos savanyú káposzta leve. Savanyú káposzta leve. Leve. Uh-huh. Leve. Aha, leve. És akkor fölébredsz, meg vagy halva. El kell menni, nénikék kérni kell egy kis levet, és akkor... Megiszol egy decit? Vagy? Na, hát vagy többet. 4-5 is. 4-5 deci? Aha. És mi, ez mit csinál veled? Hát, hogy savháztartást rendbe rakja, és akkor nincsen fejfájás. Amiatt van a fejfájás? Uh-huh, felborul a savháztartás. Aha. És az, hogy mondjuk iszol sok vizet mellé? Hát, az segít, a víz segít, csak az igazi jó az a savanyú káposzta leve. Tehát az a beállítja, aha, helyre rak. És mondjuk este mielőtt lefekszel, már akkor is, vagy... Hát én őszinte vagyok, mikor este lefekszem, 2-3 dolgok, én bedobok. Igen? Igen, és akkor másnap meg, ha hasogat nagyon, akkor savanyú káposztalé. Ha meg elfelejtem az algoprint, akkor is van savanyú káposztalé. És azért az segít. Nem azonnal, de egy-két óra is, és megnyugtat. Én azt hallottam, hiszem tesóm volt mixer suliban, és hogy a mixerek, hogy ahhoz, hogy igazán megérezzék a különböző alkoholfajtáknak az eszenciáját, uh-huh, el kell végezni azt a szeánszot, hogy mondjuk azt mondja, hogy ma vodka nap van, és hülyére iszza magát,
Olyan szintre, hogy azt mondja, hogy soha többet ő nem akar vodkát inni, mert így alakul ki benne az az érzés, hogy utána bármilyen piába meg fogja tudni mondani, hogy ebbe megint van vodka, mert egyszer már annyira sikerült neki. Hát, vodkát azért egy kevert íróban nehéz kiszűrni. Legyen viszki. Figyelj, szerintem nekünk mindig ilyen korszakaink voltak. Tehát nem volt ez így tudatosan nálunk, ez nem volt, korszakok voltak, és akkor... Milyen korszakok? Hát volt vodka korszak. Igen. Most azt újra élem, tehát én ha most iszom, akkor vodkát iszom, mert attól a legkevésbé úgy bajom. Tehát, hogy az tiszta, meg nincs cukor, tehát, hogy nagyon nem esem össze, de volt vodka korszak korán, volt viszki, Jäger. Ez egy jégkorszak volt, igen, jégerkorszak. Attól megbolondultunk, szóval az megbolondultunk. És akkor hát a rum az egy állandó korszak. Hol erősebben, hol tompábban, de az van. Most is van, mert a jó rumot azt szeretjük, szóval az kolumbiai rumot. Igen. És ez honnan jött neked a... hogy is mondja, nem szeretett, mert az hülyén hangzik, hogy az alkohol szeretete, inkább azt mondom, az érdeklődése az alkohol. Volt egy ilyen baráti kör, és akkor mi mindig úgy ezeket a kocsmákat látogattuk, szóval mi nem szerettünk ilyen diszkókba járni. Nem tudom miért, nekünk mindig ez a kocsmás, ilyen kisebb helyek, klubok, kis klubok, ezeket szerettük. És tehát nálunk ilyen, tehát mi úgy mentünk, hogy akkor kedden elindítottuk a hetet. Kedden? Kedden. És ez meddig tart? Hát egy vasárnapig. Hétfőn megpihentük. Igen? Igen, és akkor kettől újra. Tehát nálunk mindig így voltak így beiktatva a helyek. De hány évesen? Hát 15-től. Ja, jó. Igen, 15-től ez 30-ig ment, tehát 15 év. Erős 15 év. Szerinted te sokat ittál saját bevallásod szerint? Nem, én úgy gondolom, hogy eleget. Eleget. Eleget, aha, eleget. Tehát azon nem kell javítani, de rontani sem, az elég volt. Aha. Az elég volt. És azt, hogy mondjuk a magyarok jól bírják a piát, azt így büszkén szoktuk mondogatni, azt így aláírod? Alá. Szerinted aha. is? Igen, magyarok jó bírjuk. Jó, aha, jó. Aha. És a görögök? Ők is. Ők is. Szerintem egyébként a görögök másképp isznak. Inkább isznak-esznek. Isznak-esznek? Uh-huh. Igen. Folyamatosan nem... közben? Aha. Igen. Ugye van ez a meze, ez az ilyen magyarul után úgy lehetne fordítani, hogy falatka. Mint a tapasz. Uh-huh. Igen. Az úgy mindig van az ital mellé. Miket? Olívabogyó és hasonló dolgok? Hát nincs rá egyébként állandó recept. Tehát van, ahol nem tudom én nyelv. Például. Nyelv. A nyelv. Aha, mondjuk sertésnyelv például. Kis füstölt, főtt sertésnyelv. Tök jó. Van, ahol mit tudom én, főtt tojás van, pici. Akkor van, ahol van egy kicsi olíva, ez vagy jó. Főtt tojás, föl van szeretelve kis darabokra, igen. És vagy egy jó, fogpiszkáló. Aha, vagy egy úzót iszol, és akkor adnak hozzá egy nagyon pici kis görög salátát. Egy pici paradicsom, pici uborka, egy szem oliva, kicsi olaj, kicsi balzsamece. Tök jó. Kicsi kenyér. Miért ne? Ez jó. Igen, nem tudom, így furcsán néznék, hogyha kérek, nem tudom, egy de úzót. De adják. Tehát, ilyen. Hogy ez úgy van, hogy az italárában azért ez zömében a helyeken benne van. Tehát az is drágább ott azért egy ital, mint itt, de ugyanakkor meg ad mellé neked egy kis étket. Tehát ez végül is egy jó csere. Magyarok jól bírják, szóval azért mi magunk is elcsodálkoztunk sokszor, hogy... És egyébként a lányok, igen. Minden tiszteltem a lányoké már. Ők sokkal kevesebb lányt láttam kiborulva, mint fiút. A lányok jobban. Hát fejbe erősek. Igen? Uh-huh. Igen, nem merik magukat de ez is fejben dől el? Igen, ez fejbe dől el. Aha, én szerintem aki jól bírja az italt, az zömében azért fejben erős. Tehát aki hamar elengedi magát, az azért fejben nem biztos, hogy annyira erős. Vagy akkor lehet, hogy mást, ennek lehet... Egyéb más oka, de mondjuk, ha rendszeresen nem bírja, akkor az valószínűleg fejben nem annyira erős. Én azt látom, hogy aki fejben erős, az jól bírja. Tehát az fejben eldől egyébként, hogy te meddig és hogyan bírod. Ha te rákoncentrálsz, akkor azért bírod. Meg ha azért kicsit okosan is iszol, tehát ha vizet iszol mellé. Meg előtte bekajász, nem? Mi a helyzet ezzel az előtte együnk, ne együnk, zsírosat együnk? Zsírosat, olajosat.
Ne? Vagy igen. Az igen? Igen? Mert hallottam olyat is, hogy az bevonja a bél, vagy pont ezért, hát, hogy pont a bélfalat bevonja. Hát igen, és akkor nem szívódik föl. És akkor hova kerül az? Hát az ott van, és lassabban szívódik föl. Lassabban. Igen. Aha. Igen, mert lesz egy ilyen bevonat, és nem kerül egyből a szervezetbe, hanem a gyomorban ott az elpihen. Én most előveszek a táskából, amit hoztam. Na, kíváncsi vagyok. Tudod-e már, hogy mik ezek? Orcsepp. Nem. Hú, ez valami rumminta. Hát bizony, mert hogy... Visszaveszem a fülest. Mert hogy van egy Facebookon egy csoport, a Rumbarátok Társasága. Igen. És ugye ezt említetted, hogy ez a rum, ez visszatérő. Akkor jött a rum. Egyébként a Rumbarátok Társaságának én vagyok az igen. adminja, úgyhogy ott nagyon jó kis légkör van, mindenkinek ajánlom. É, tényleg? Igen. És én azt látom ma Magyarországon, hogy minthogyha ez egy ilyen trendibb dolog lenne manapság rumot inni, és míg mondjuk 5 évvel ezelőttig a rum az körülbelül a Bacardit jelentette, és a mondjuk a sütőrumot, most már mondjuk diplomatikót már szinte bármelyik boltba lehet kapni. Igen, és ez nagyon jó. És ez nagyon jó. És ilyen 5 évvel ezelőtt nem volt? Igen. Felismerték persze a nagy láncok is, hogy ez egy piaci rés. Ugyanakkor szerintem a rumban az a legcsábítóbb, hogy van benne egy olyan lélek, ami engem, mint mediterrán embert arra késztet, hogy én ezt fogyasszam. Mert a rum egy olyan kedves ital. Hát az egy kedves. Azért az úgy simogat, jó kedvre derít, ad neked egy olyan kellemes, tehát most ha nagyon leszűkítjük egy rum, édes, csokis, kókuszos, vaníliás, narancsos. Jó, természetesen vannak más fűszeres ízek is, de hogy zömében ezt hozza, és ez egy kellemes, ez egy ilyen tengerparti, egy ilyen nyári, egy nagyon jó hangulatot ad. Úgyhogy én nem csodálkozom, hogy ilyen úgy népszerű. Benne van a Karib-tengernek az illata, az eszenciája, az édessége. Emlékszem egyszer, amikor Mexikóba repültünk, és ahogy kinyílt a repülő ajtaja, megcsapott az édes illat, ami a forró levegővel keveredett, és ilyen igen, megérkeztünk a Karibra. Igen. És kicsit ezt adja vissza, nem? Igen, ezt nagyon jól látod. Hát amíg nálam van. Igen. A társaságban, és ez nem a reklám helye, ez egy ilyen, mondjuk úgy, hogy pult alatt. Rumbarátok Társasága egyébként is egy non-profit igen. csoport. Igen, igen, és hogy vannak ilyen kis rumkóstolók. Uh-huh. A részleteit azt, ha bárki érdeklődik a rum után, akkor azt ott megtalálja. Megkóstoljuk? Megkóstoljuk. Hát ha már itt a lehetőség, hogy egy rumszakértővel ígyunk, akkor már hát kihasználom a lehetőséget. Melyiket kóstoljuk? Hát ezt rád bízom. Én azt hittem mindegyiket. Megszagolhatom? Persze. Mielőtt... Sőt, mondd el, hogy mit szagolsz rajtam. A 20 év tapasztalat? Nem rossz. Közben mondom, hogy Dimi szakpróbákat csinál, végigszagolgatta őket. És fura meg a plantation-t. És fura arcokat vág, és nem tudom, hogy az jó vagy rossz. Olyan, mint egy szép hölgyel egy készfogás. Igen? Igen, hát hogy érezzük meg a bőrének, a kezének a tapintását. Úgy, de szépen mondtad. Igen. Igen, de ez tényleg olyan. Tiszteletre mért a rum. Csak úgy, mint a női hölgyek. Úgyhogy úgy is kell vele bánni. Mit érzel rajta? Elég komplex szerintem az illata. Uh-huh. Ha egy kicsit, ugye az orr elég hamar elfárad, picit tudod, ha a kezedet megszagolod, ugye az egy semleges, általában egy férfi kéz, az egy semleges illat, az a lehet egy picit visszahozni, mert elfárad az orr, és aztán nem nagyon... Aha. Jó, kóstoljuk meg. Jó, bírom az ilyen rumot. Na, mesélj róla. Én nekem ez, megmondom őszintén, egy tipikus jamaikai íz. Tipikus? Aha. Erős, mint a dög. Igen. Igen. Várjál, hány féle rumot kóstoltál életedben? 50, 150? 150 mondjuk. 150. Az nem olyan sok amúgy. Nem sok? Nem olyan sok a 150. Van Csehországban egy bár, ahol 470 féle rum van. És nyilván mindegyiket meg kell kóstolni. Hát azt meg. Az és nem olyan... mindegyik más? Hát
Végülis mindegyik más, az más kérdés, hogy rájössz-e, hogy mindegyik más. Tehát azért azt tanulni is kell. Bár mondjuk egy rumnál könnyebb, mondjuk egy vodkánál már nehéz különbségeket tenni. Rumnál azért egy bizonyos határig igen. Tehát ott azért könnyebb. De mondjuk azonos helyről, azonos eljárásra készült rumoknál ott azért bele lehet azért zavarodni, hogy most ezt ittam vagy azt, de ez illatában is, ízében is egy full jamaikai rum. Erős, mint a dög. Mitől jamaikai? Nekem nagyon nyers. Nyers, erős, kicsit erőszakos, tehát hogy úgy egyből az arcodba tolja, amit igen. akar, nem finomkodik. Nincs benne nagyon semmilyen, tehát nem, igazán nem egy komplex íz, amit hozza 500 méteren át. Viszont az illata, az azt mondod, hogy komplex? Az illata egy kicsit szerintem, nekem az illata jobb volt, mint az íze. Uh-huh. Igen. Picit becsapós volt, de figyelj, ez számomra egy kevernivaló rum. Ezt egy koktélba. Aha, tolod. Igen, jó Mai Tai-ba beletenném. Azonnal, már igen. most. Ha lennének hozzávalók, kevernék egy jó Mai Tai-t neked, de sajnos ez nincsen, de ez nálam egy Mai Tai. Uh-huh. Mai Tai-ba való rum. Aha, abszolút egy Mai Tai. Igen, de figyelj, nem, tehát nem rossz. Mindegyiknek megvan a helye, hogy mire használod, hogy az most... Én ezt keverném. Ezt keverném. Aha. Ezt kevernéd. Aha. Kis szódát ígyunk, és aha. aztán nézzük meg a következő tételt. És ezt akkor ki is. Nézzük meg ezt a Foursquare-t. Pont a napokban kitettem egy cikket a spanyol gasztrotúránkról, és azzal kezdem, hogy ez a lehető legrosszabb dolog, amit elkövethetsz, hogy fotókkal illusztrált gasztro élményeidet próbálod átadni egy blogon keresztül, mert hogy az olvasó ebből mi a tökömet visz haza. Igen, ez így nehéz. Igen, kíváncsi valahol. Leszek egyébként, hogy a hallgatók ebből mit visznek haza, hogy mi itt kóstolgatjuk a rumokat, de ahogy mesélsz róla, az nekem nagyon-nagyon tetszik. Szóval, mi van most a kezünkben akkor? Most a Foursquare Nobiliary 14 éves és 62%-os rumját tartjuk itt a kezünkben. Szagoljuk meg ezt az érett hölgyet. Érett? Uh-huh. Nagyon jó. Nagyon kellemes. Ez Az előzőnél kicsit elmondom, hogy én mit gondolok. Uh-huh. Mit gondolok, hogy mit érzek. Aztán lehet, hogy kevésbé intenzív nekem. Uh-huh. Igen. Most éreztem benne egy kicsi kakaósat. Igen. És olyan vékonyabb, vagy olyan... Az előző komplexebb volt, ez ilyen vékonyabb, keskenyebb. Én azt mondanám erre, hogy illatában kevésbé erőszakos. Nagyon szépen jön benne a csoki, étcsoki. Van egy nagyon halvány kókusz. Hát akkor a kakaóval annyira nem is lőttem mellé. Igen, hát kakaó az a forrás. Csokinak. Nagyon jó. Hú, ez jó. Annyi, hogy ez már most mondom, hogy kemény lesz, mert azért a 62 az magáért beszél. Szóval az már azért az szól. Úgyhogy uh-huh. egészségünkre, egészség. András. Görögül, hogy mondod? Stin Yamas. Hú. Hú. Húha. És ha így levegőt vegyél így rá, így a szádon át, és akkor így, hú, gyönyörű ez a rum. Hú, ez csodálatos. Ó, Istenem. Hú, ez egy igazi téli estére való. Barátoddal leülsz, vagy a barátnőddel, és kellemesen elbeszélgetős rum mellé, egy kis szóda, egy kis étcsoki. Étcsoki tennél mellé? Étcsokit. Komolyan? Étcsokit. Aha. Na ilyenre se gondoltam igen, volna. Étcsokit. Egy kis narancs szeletke, szikvíz, jó zene. Ez nagyon jó. Köszönöm szépen. Ez egy kedves hallgatók, ezt mindenkinek jó szívvel ajánljuk. Foursquare Nobiliary. Csodálatos ez a rum.
Hirtelen, ahogy mondtad, hogy vegyek levegőt, tudod, mi ugrott be, amikor megitattad azt az Armageddon, és azt éreztem, hogy ég a torkom. Ja, igen. A nyelőcsövem végig ég. Úgy volt, hogy volt egy kis tányér, és a kis tányér közepén volt egy sátos pohár. Sátos pohárban volt a rum és az abszint, igen. És körülötte a tányéron, meg a pohár körül pedig meg volt locsolva 73-as rummal. Igen. És akkor először begyújtottuk ugye ezt a meglocsolt rumot, majd fölülről ugye egy Bostonnal, egy Boston shakerrel begyűjtöttük a gőzöket, gázokat. Igen. Igen, és akkor utána, igen, és pohárként ugye lezártuk egy koktélszalvétával, és átszúrtad a szívószállal a koktélszalvétát, és úgy ittad, és kiszívtad a gőzt, forró gőzt, ami följött az alkohol. Igen. Megvan, mert majd, most már így megvan. Igen, és majd utána ugye bejutottuk a pohárban lévő italt is, és azt meg szívószállal megittad. De itt vagy egyben egészségben, úgyhogy nincs baj. A első pillanatban azt hittem, hogy leég a tüdőm. Igen, hát az tényleg egy Armageddon, tehát az komoly. Na jó, jöjjön az utolsó tételünk. Ez 11 éves és 53%-os Bologny Le Confidentiel 2020-ból. 40 éves hölgytől most átértünk egy 20 éves hölgyhöz. Ez olyan, mint egy 20 éves hölgy illata. Ahogy így kellemesen mondod. Kellemesen édeskés. Ahogy így mondod, és beleszagolok, tényleg így azonosulnak velem azok a mondatok, amiket kimondasz, így érzem ezeket. Olyan érzés, mint amikor egy taxiban mentél hazafelé valamikor egy nyárestén egy hölgyel, és beleszagoltál a hajába. Ugye, hogy ez az illat? Kellemesen a nyakán és a haján parfümének illatát. És főleg úgy érzem, hogy az előzőnél, az előzőhöz képest, és mondtad, hogy elbúcsúzunk az idős hölgytől, és igen. Így érzem a különbséget. És tényleg. jó, van benne egy pici kávé. Jó. Jó. Az előző nekem jobban ízlett, de ez egy nagyon komplex íz. Most meg kéne innom, különben az a baj, hogy egy 2 decit. Két decit? Aha. Hogy? Hát, hogy úgy tényleg átjön. Akkor mondom én, hogy van ebben valami, hogy a mixereknek ilyen nagy mennyiségben kell meginni, hogy kijöjjön. Most kéne ilyek, ebből ilyak még. Nagyon, nagyon keveset tudtam inni, vagy mertem, de egész hosszú a lecsengés, igaz? Igen. Egész hosszú. Tehát még mindig ott van. Ebből András majd ígyunk. Jó. Keressünk rá alkalmat, jó? Ezt ígyuk. Ez egy érdekes ez az íz. Egy kicsit kesernyés is, kicsit édes is. Nagyon-nagyon komplex. Hú, ez jó rum. Uh-huh. Köszönöm szépen, hogy ezt megosztottad. Te mennyire hiányzik neked a bár? Nagyon. Nagyon. Most már így nem tudom, 2-3 év távlatában. Mert hogy nem titok, hogy ez a... Mi történt ezzel a várral? Eladtam. Eladtam végül. Miért? Mert hát egy picit ilyen, lehet, hogy nagyképűen fog hangzani, de most elmentem egy alkotói szabadságra. Kicsit úgy éreztem, hogy kiégtem. Hány év? 13. 13 igen, év. Úgy éreztem, hogy egy picit most meg kell pihenni. Uh-huh. Mert volt egy 6-7 év, amikor csak kivettem a magamból, és nem töltöttem vissza. És az úgy nem megy. Ugye ez ilyen fokozat volt, hogy ezt abba hagytam, utána bérbe adtam, kicsit csináltam, de aztán megint bérbe adtam, bérbe, és akkor végül eladtam, de nem bántam meg, jó döntés volt. Eldöntöttem, és kész. Nem szabadom úgysem visszanézni, mert az már változtathatatlan dolog. Kívánok sok sikert az új tulajdonosnak, és hát lehet, hogy lesz még bárom, úgyhogy nem zártam ezt ki. És a gasztronómiában soha nem gondolkodtál, hogy azon a vonalon elindulni, és nem így, hogy mondjuk egy bolttal, hanem ételeket szervírozni? Gondolkodtam ilyesmin, meg most van is ilyen gondolatom. Uh-huh. Én nagyon szeretem egyébként a finger foodot. Egyébként Görögországban ezt
jellemző? Igen, tehát, ezek a tapaszos... Pont a kedvenc városomban van egy ilyen nagyon old school görög kocsma. Melyik a kedvenc városod? Kalambaka. Itt a meteoráknál, igen, Kalambaka a kedvenc városom. Uh-huh. És ott van egy ilyen kis kocsma, ahova csak görögök járnak, nincs turista, és olyan csodálatos ilyen finger food van, ilyen meze, hogy olyat nem ettem sohasem. Görögül mezének hívják. Igen, uh-huh. És csodálatos ételek. Ez is hol megvalósíthatatlan? Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem csak részben valósítható meg. Alapanyagok miatt? Hangulat. Hangulat? Igen, az is meghatározza, hogy ízlik egy étel. Tehát nehéz, hogy mondjam, mondjuk egy szárazföldön nehéz egy tengeri ételt. Tehát egy tenger mellett jobban esik egy tengeri étel. Tehát bárki bármit mond. Nem csak az a frissesség, vagy nem, jobban esik. Aláírom. Nagyon egyszerű példa, igyál meg egy pohár vizet egy üveg pohárból, vagy igyál meg egy bögréből. Már nem ugyanaz. Pedig csak egy pohár víz. Tényleg. Igen, és nem ugyanaz. Ugyanaz, de mégsem. Szóval azt gondolom, hogy részben megvalósítható, van ilyen ötletem. Tehát vendéglátásból sok ötletem van, uh-huh. Van egy, ami majd meglátjuk. Majd meglátjuk. Igen. Amivel itthon a legtöbbet találkozik az átlag ember, girosz, görög saláta. Igen. Van Magyarországon autentikus jó görög étterem? Van. Ami nem az, hogy a sarki giroszos? Van. Szerintem van. Nem melyik? Sok. Melyik? Hát szerintem a Mítosz nagyon jó hely. A melyik? Mítosz. Arany János utcában vannak. Igen? Aha. Szerintem jó. És ott akkor ezen túl is lehet, hogy... Szerintem az egy jó hely. Uh-huh. Megvalósította, az egy jó görög kis taverna. Jó hely. Uh-huh. Jó helyen van. Hangulata is. Aha, jó helyen van. Jó az étel. Nincs túl gondolva. Én azt gondolom, az egy jó hely. Most olyat, aki meg nem tetszik, azt nem fogom mondani. De ők jó. Mint étterem jó. Én számomra az egyetlen hiteles. Uh-huh. Mert a görög konyhában azt kell szerintem érezni, hogy az nem francia konyha. A görög konyha az görög konyha, és a görög konyha nem fine dining. És ne csináljunk a görög konyhából fine diningot, annak ellenére sem, hogy egyébként az ízek, a formák akár erre lehetőséget nyújtanak, vagy biztosítanak, de a hangulat az nem lesz az. Az nem lesz az. És ez nem, tehát ezért nem csak az számít egy ételnél, hogy néz ki, és konkrétan mi az, hanem az is, hogy van tálalva, nem csak mint a tányéron, hanem hogy hol és hogyan és ki által, ez fontos. És mondjuk nekem azon a helyen az úgy azért egész jól átjön, hogy ott egy pici Görögországot érzek, más helyeken ezt nem éreztem, pedig voltam mindenhol, azt hiszem már, és nekem annyira az nem jött. Tehát étterem szinten, sarki giroszosokból van több jó. Tehát ahol tudsz enni egy tök jó kis görög girosz, kedvesek, gyorsak, figyelmesek, tök jó ilyen helyek vannak. És kint Görögországban ugyanez egyébként, hogy kedvesek, gyorsak, figyelmesek. Zömében igen. Uh-huh. Igen. Tehát azért Görögországban szerintem a vendéglátás egy nagyon jó húzóerő. És mondjuk, hogy néz neki egy görög kocsma itthon Magyarországon? Elképzelhetetlen szintén? Hát volt egyébként, volt a Rádai utcában volt, igen, El Greco néven, ami elég jól ment, de görögökkel volt tele. Az nem baj, ami alapvetően nem magát, baj. Igen. Nem tudom, hogy most erre mennyire lenne felvevő réteg. Én szerintem nem kell Magyarországon görög kocsma. Szerintem jó Magyarországon a magyar kocsma. Tehát, hogy ami olyan, az jó itt, az meg maradjon ott. Mert nem ennyire nem... De nyilván van globalizáció, de mindent nem kell erőltetni. Tehát, hogy ez nem olyan, ami szerintem ilyen gumi, hogy idehozom, oda viszem. Annak ott van a helye. Aha. Ja. Na és hogy átugrunk Görögországba, ott vannak magyar éttermek? És egyébként a görög embernek lehet az, hogy neki ízlik, vagy kíváncsi a magyar konyhára? Biztos ízlik neki, én szerintem, mert jók a magyar ételek. Itthon én elvittem elég sok barátomat, és ízlet nekik. Nagyon szeretik a gulyást.
minden görög szereti a gulyást szerintem, de én szerintem Görögországban egy görög, vagy egy görögnek egy magyar étterem az nem lesz egy... Szóval ők patrióták, és a patrióta azt teszi, amit az asszonya főzött, meg amit a haverjával csinálnak, mert az a legjobb. Most az legjobb vagy nem, neki a legjobb. Úgyhogy én szerintem az nem megy Görögországban egy magyar étterem. Jó. Ez végére két kérdésem lenne oda-vissza. Igen. Hogy mi az, amit a Magyarországról elvinnél a görögöknek, és mi az, amit Görögországból a görögöktől elhoznál a magyarokhoz? Húha. Görögországból elhoznám a vendégszeretetet, meg a jó kedvet. Azt hiszem, hogy Magyarországról túl sok minden jutott most eszembe. Jó a kérdés. Szerintem Magyarország csomó mindenben rendszerezetten működik. Ahhoz képest, ahogy ott találkozom ezzel. Szerintem elvinném a humort is, mert magyaroknak szeretem a humorát. Jó humoruk van. Mm. És az, a humor az fontos. Úgyhogy az, abból vinnék. Bár abból a görögöknek is van, hát meg, lány, meg lehet, hogy lányokat. Annak örülnének a fiúk kint, de igen. De ez már egy másik dolog, a lányokat. Annál egy másik, igen, nem abban az értelemben. Igen, de hogy ja, egy pici rendszert vinnék oda. Igen, igen. Az szerintem jót tenne. Jó van, Dimi, köszönöm szépen. Még azt mondd el nekünk, hogy ha valaki kíváncsi rád, akkor hol találhat meg téged? Balzak utca 27, 13. kerület Újlipótváros szívében, Oliva Agora a bolt neve. Várok mindenkit szeretettel. Jó van. Hát köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kellemes volt. Szíha, szíha, füllel mutal maxi. Ez a beszélgetés több szempontból is új volt. Egyrészt nem utaztunk sehova, hanem itthon maradtunk Magyarországon. De terveim szerint még több itthon élő külföldit kérdezek meg arról, hogy összehasonlítva az ő kultúrájukkal, milyenek vagyunk mi, magyarok. A másik jövőbeli tervem, amiben szeretnék jobban elmélyülni, azok a gasztronómiai kalandozások, úgyhogy erről is várom a visszajelzéseteket, hogy mennyire működik podcasten keresztül ízeket és érzéseket átadni. Abban, hogy a következő epizódok is időben és zökkenőmentesen érkezzenek, te is tudsz segíteni, egy jelképes havi támogatással Patreonon keresztül. A Patreon linket megtalálod a leírásban, vagy keresd a patreon.com/utazási podcast címen. Köszönöm minden jövőbeni és már meglévő támogatómnak a belém vetett bizalmát. A támogatásért cserébe extra tartalmakat is kapsz, mint például Dimi pár olyan város történetét, amiket először interjún kívül meséltem, aztán mégis sikerült mikrofonban mondatni vele. Ha még nem tetted volna, biztatlak, hogy akárhol is hallgatsz, iratkozz fel, így biztosan nem maradsz le a következő részekről sem. Ha pedig csak most keveredtél ide, akkor javaslom, hogy hallgass vissza a korábbi részeket is, mert a beszélgetések kortalanok, és bármikor, bárhol meghallgathatóak. Most már nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek tőletek. Engem Mátai Andrásnak hívnak. Sziasztok! Egyes lichtes emarfés, prebbi nagy